A mai beszélgetésben egy olyan programsorozatot mutatunk be, aminek középpontjában a külföldi borok állnak. Köszöntöm a stúdióban két vendégemet, Dávid Dánielt, akit egyébként az Újpesti Bor Weekendről is ismerhetünk, de jelen esetben a Cooling Glass rendezvények főszervezőjéről van szó, illetve Jermilov Oleget, az Ezerút utazási iroda tulajdonosát. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok, szépen. Sziasztok. Az esemény, vagy hát programsorozat, amiről beszélünk, az ugye a külföldi borokat állítja a középpontba. Kezdjük először azzal, hogy hogyan kezdődött a kettőtöknek a kapcsolata. Lehet, hogy akkor elkezdem én, Oleg. Egy rendezvényen találkoztunk, ami pont arra volt szintén hivatott, hogy összehozza a borkultúrát szerető embereket, illetve az élő zenét szerető embereket. Ott találkoztunk az Oleggel. Tetszett neki a rendezvény, beszélgettünk, tovább gondoltuk ezt az egészet, hogy neki van egy utazási irodája, és mi lenne, hogyha itt a külföldi borokat helyeznénk most egy picit előtérbe, szintén hozzátársítva fantasztikus élőzenét, illetve hát nem utolsó sorban a gasztronómiával ezt így megfűszerezve, és egy ilyen mesteri hármast leírva hozzunk létre ilyesfajta eseményeket. Melyik volt az első esemény, vagy mikor volt? Mert én voltam egy ilyen, de előtte is volt már, hogyha jól tudom. Hát a francia borok, a francia borest volt az első. Azzal kezdtünk, mert szerintem a Franciaország az a gasztronómiának a csúcsa. És akkor a mostani pedig ugye az olasz borokat helyezte a középpontba, és ahogy Dani mondtad is, itt nem csak simán borkóstolóról van szó, hanem tényleg egy gasztroélménnyel egészül ki, illetve zenével, tehát ugyanaz, amiről még tavaly beszéltünk, hogy így a zene, a kultúra, az étel, a bor, valahogy egy tökéletes egységet alkot ezeken a rendezvényeken is. Igen, meg nem csak egy eseményt akarunk létrehozni, hanem egy rendezvénysorozatot. Most már kettőn túl vagyunk, januárban a francia estünket tartottuk meg, februárban az olasz estünket, most folytatjuk március 30-án a spanyol estünkkel, utána pedig jönni fog áprilisban a grúzest. Utána valószínű, hogy lehet, hogy tartunk majd esetleg egy pici szünetet, mert hogy azért csak jön egy nyár, de hogy ebből egy rendezvénysorozatot szeretnénk létrehozni, bemutatva különböző országoknak a különböző gasztronómiáját, a borait, illetve a hozzátársított zenei produktumokat. Hogy alakulnak ki a témakörök? Ki állítja össze? Ketten együtt beszélitek meg, hogy melyik ország legyen bemutatva, vagy van egyfajta más felépítés? Azt gondolom, hogy van mögöttünk egy nagyon jó csapat, mert hogy ez egy csapatmunka az Ezer utazási irodával, az Up Hotel Budapesttel, akik a helyszínünket biztosítják, illetve az Up Hotel Budapesten belül a Pózner Bistro és Bár, ahonnan pedig a nagyszerű ételek jönnek. És akkor így rakjuk össze a különböző kis brainstormingok, meetingek alapján, hogy mi legyen a következő est, mire fókuszáljunk, kiket hívjunk meg, milyen borokat mutassunk be. De hát igen, első körben ugye azt döntjük el mindig, hogy melyik legyen az az ország, amit most górcső alá veszünk. Ezek az országok, hogyha jól gondolom, azért nagyon népszerű úti célok is. Igen, a mi kínálatunkban a sima általános körutazások mellett vannak gasztroutak is. És tulajdonképpen ezek az úti célok úgy vannak, hogy hova küldünk legtöbben, és azért is kezdtünk Franciaországgal, mert Franciaországból legtöbb gasztroutak indulnak arrafelé, és így lefelé, hogy Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Grúzia, majd utána folytatjuk a Dél-Amerikával, Dél-Afrikával, ez már össze hónapokban lesznek ezek az események. Akkor tervek vannak. Persze. És amikor elfogy a bor, már gondoltunk, hogy a borok után már jönnek más némes italok, a viszki, a konyák, vodka, szóval ez. És ugyanúgy minden italhoz tartozik egy ország, ahol ez az ital, egy nemzeti ital, akár a viszki, akár a vodka, ehhez tartozik egy gasztronómia, egy különleges ételek, és ez mind egy helyszínen tudunk megmutatni, és ez szerintem érdekes. Igen, Olaszország tekintetében is ugye említetted, hogy a legutóbbi esemény Olaszországról szólt. Itt azért nagyon erős borkultúra és egy nagyon erős gasztronómiai kultúra is van. Ezért is érdekes szerintem ezzel foglalkozni. Milyen borokat mutattatok be? Ugye különböző borrégiók kerültek az bemutatásra, ha jól érzékeltem, a borok által. Igen, itt mindig vannak együttműködő partnereink a rendezvényen, illetve csak nagy vonalakban a rendezvény tematikáját hagy mutassam be. Miután megnyitjuk az esténket,
mindig meg szoktunk hívni egy idegenvezetőt az 1000 út utazási irodától, aki kicsit jobban bemutatja az adott országot, illetve annak a gasztronómiáját, azokat a dolgokat, azokat az érdekességeket elmondja, amit tudni illik, illetve tudni érdemes. Utána pedig vacsora veszi kezdetét, ültetett vacsora, hogy a vendégek helyet tudnak ugyanálunk foglalni, illetve olyan borászatoknak a képviselőit, sajnos itt Olaszországban nem sikerül egy-egy ilyen alkalomra elhívnunk, meg Spanyolországban, Franciaországban a borászatokat, de van egy-két hazai olyan képviselete itt ezeknek a borászatoknak, illetve a régióknak, akikkel nagyon szívesen dolgozunk, amúgy ilyen például a Field of Wine Box, vagy például a Wine Mission, parád és pazarborokat hoznak el mindig ezekre a rendezvényekre, és egy elég széles skálán be tudják mutatni azt, hogy mit tud az adott országnak a stílus irányzata, mint borok, vagy esetleg mint az ételek szempontjából, azért pedig inkább már a Pózner Bistro vele. És akkor nagyon jó összekapcsolni ugye ezeket a borokat a különböző ételekkel, ez a borétel párosításra is lehet gondolni, hogyha jól tudom. Igen, itt abszolút minden egyes meetingen ott szokott lenni a Pózner Bistro és Várnak a séfje, a Tamás. Ülünk, beszélgetünk, megnézzük, hogy milyen borok állnak úgymond rendelkezésre, amiket meg tudunk mozgatni erre az eseményre, és a Tamás az nagy odaadással ilyenkor átnézi a borokat, van úgy, hogy lekóstoljuk a borokat, mellé párosítjuk úgymond az ételeket, és egy olyan menüsort sikerül a kedves vendég elé tárnunk, amire reméljük azt mondja, hogy hűha, ezért megért eljönni. És ráadásul zenei fellépő is van minden eseményen. Igen, a zene pedig abszolút egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy ezeket a találkozókat, összejöveteleket, eseményeket meg tudja színesíteni, föl tudja dobni. Nagyon jó dolog finomokat enni, nagyon jó dolog jókat inni, de talán úgy lesz teljes és komplex az élmény, hogyha mellé kifejezetten háttérzenét is tudunk biztosítani. Minden egyes eseményünkre más-más zenekart hívunk el. Eddig is ez történt, és ezután is ezt fogjuk folytatni, és mindig megpróbálunk olyan zenekart elhívni, aki az adott országnak a, mondjuk egy olyan hangulatát a legjobban vissza tudja adni. A következő eseményen pedig Spanyolország kerül górcső alá. Mit kell tudni a spanyol kultúráról ételek, borok tekintetében? Spanyolország szerint nagyon érdekes mind a két oldalról, akár nagyon finom borok vannak, főleg vörös borok vannak, nagyon érdekes régiók vannak, a Rio folyvölgynek, és oda szervezünk is az utakat, de maga a gasztronómia is érdekes, különleges, a tapaszak, a pályáját, sokan voltak ott nyáralni, és szerintem mindenki, aki ott volt, az látta, hogy milyen finom a spanyol konyha, és mennyire különleges, és ezt akarunk idehozni Budapestre, hogy egy vacsora esten tudunk egy kicsit elutazni Spanyolországba. Kiket szólítanak meg ezek a rendezvények? A párokat, az idősebb korosztályt, a fiatalokat, kik azok, vagy pedig ilyen vegyesen jelentkeznek a résztvevők? A rendezvényeknek a többsége az a mi utazási irodáknak a törzsutosé, akik már jártunk velünk. Mert amikor ezt az egészet találtunk ki, akkor sokat gondolkoztunk, hogy hát, tudunk összeszedni ezt a 70-80 ember, hogy ez kell hirdetni, nem kell hirdetni. És hála Istennek, amikor csak egy körémmel elküldtünk a törzsutasunknak, akkor pár hét alatt össze is jött a létszám. Akkor a visszajelzések pozitívak szerencsére. Szuper. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor további sok sikert kívánok a következő spanyol kóstolóhoz. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm.